Na, srácok, elvileg akkor megy is itt ez az élő adás, de még azért megvárom így a visszajelzéseket, hogy tényleg elindult-e, minden rendben van-e. Jó, ahogy látom, el is indult a hangot, azt megnézem, hogy srácok, elvileg akkor jó van, Ez van az hang élő. is, minden, akkor szerintem mehet is ez az élő adás. Igazából ez egy gameplay csatorna, most egy kis Minecraft-tal melegítünk be, ami nem más, mint egy hardcore lenne, mert nagyon sokan ajánlották, hogy ez is legyen. Szóval lesz még Zé, Chris, a hardcore live-ja, vagy valami ilyesmi, természetesen hardcore módba játsszuk ezt, a seed meg ilyesmi nem kell. Jól van, közben itt nézem a asztalat, már 150-en vagyunk, srácok, azért ahhoz képest, hogy kb. Nem tudom, 10 perce jelentettem be, hogy lesz live, ahhoz képest ez nagyon durva. A főcsatornán szoktunk ennyien lenni, pedig ott vagyunk 70 000-en, itt pedig vagyunk 100-an, és közben megnézem az OBS-t, látsz, tehát ha bármi van, de tényleg bármi, hogy jó, most még nyilván lagol, de hogy nem látszik a kép, nem hallatszik a hang, vagy te bármi ilyesmi van, azt nagyon szépen kérlek titeket, hogy jelezzétek a komment szekcióba, ugyanis a kommenteket azokat folyamatosan nézem. És ja, nézed a chat, igen, nézem a chatet, nagyon sokan ír. 186, köszönöm szépen. Szevasz, Bese Bence, szia, szia, jó napot mindenki. Igen, az elején talán egy nagyon kicsit akadozni fog, bár nem tudom, hogy ez mennyire durva. Várjatok egy pillanat, visszanézem a live-ba, hogy annyira akadozik, mint nekem, vagy alapból a live is tesz-e hozzá bármiféle akadozást. Közben megnézem az OBS-t, látszik. Na, jó van, aránylag nem olyan vészes. Nem tudom, mint a fények. Zeller Games, kicsi a kép. Chris, hát igen, most sajnos csak kicsiben tudok játszani, hogy látszódjon lássam a kommenteket. Közben írhatok bármiféle kérdéseket, meg ilyesmit, szóval tényleg ez nem csak ilyen játszós, meg kommentál, ó, ott egy faludik. Nem csak ilyen kommentálós, hogy na srácok, most fát vágok, meg ilyesmi, közben bármiféle témáról is tök szívesen. Nagyon sokan írjátok ezt a moderátor cuccot, nem igazán látom indokát, hogy bárki kéne moderátornak. Szia, az Elkis Grata, 70 000 feliratkozóhoz, nagyon szépen köszönöm. Szia, köszönjük vissza, Léci, Nikolász, Lukács. Kicsit túl hangos vagy a játékot, nem hall. A játékot nem hiába nem hallod, mert hát nincs hang a játékban. Azért a falu az egy kicsit erős kezdés. Mindegy, szerintem így az elején, mondjuk itt a Kovács, ezt mondjuk pont megnézem, mert ugye ennél vannak ilyen cuccok, és talán lesz vas, meg ilyesmi, azt legalább kezdhetek egyből vaseszk. Na, csak ki kellett mondanom, na. Ez mondjuk egy erős kezdés, szóval ennek azért így örülök. A Minecraft egy nagy szar, hát sajnálom, hogyha nem tetszik, lesznek majd másféle játékok is. Kaphatok modit, 2000 sub óta nézek. Nem értem különösebben, hogy minek kell bárkinek is moderátor, szóval beolvassa a nevem, Patrick Gálder. Sziasztok, sziasztok, szerintem hagyjuk Kriszra a modizzá. Igen, köszönöm szépen. Már 280 vagyunk, nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, hogy hal kell, vagy ilyesmi, de akkor kicsit közelebb teszem a mikrofon. Na már 1100-an vagyunk, közben én ugye nem látom, hogy mennyi feliratkozón van, de valaki írta, hogy 1100-an, hogy Chris lesz Cségó. Nem tudom, hogy lesz-e Cségó. Lesz Fortnite. Fortnite az talán lesz, azt mostanában szoktam játszani. Na jó van, akkor közben itten gondolkozok, hogy miket csináljak. Csákányom az már van, akkor csinálok magamnak egy kardot. Illetve mondjuk akkor nem tudom, egy baltát. Szerintem egy balta az is jobban kell, mint a lapát. De majd természetesen meglátjuk. Subcounter, tényleg az a későbbiekben jó ötlet lesz, egy subcounter. Remélem majd építesz bástyát, igen, fogok építeni bástyát. Egyébként, hogyha esetleg nem válaszolnék meg bármilyen kommentet, akkor nyugodtan írjátok le még egyszer, mert ugyanis elég sok komment jön. Hello, láttam a fesztiválos csatornádat, nagyon jó, köszönöm szépen, örülök, hogy van olyan, aki nézi azt a csatornát is. Először is szerzek magamnak így egy kis élelmet.
Assassin's Creed lesz. Nem hiszem, igazából sosem játszottam azzal a játékkal. Meg így nem is nagyon tudom így a lényegét, meg ezeket. Biztos jó játék, csak engem úgy sosem vonzott. Lesz Facecam, ha nagyon szeretnétek, akkor izé szavasz nailed, látom YouTube-on, még mindig hű vagy a régi nevedhez. Egyébként pedig valami témákat feldobhatnátok, amikről így beszélek játék közben. Nem tudom, először a házzal kezdjem el, vagy folyamatosan. Ebben a live-ban még nem lesz facecam, szóval közben csinálok valamit, nem csak itt összefutkosok, hogy neki is látnék így az első háznak. Azok bárányok, ó király, azok pont kellnek, akkor tudok aludni, nem lesz baj itt a mobokkal. Szerintem akkor kezdek először is egy házzal. Legyen mindenki ezt a sok facecamet írja, lesz majd facecam akkor a kövi live-okba, hogyha ennyi. De szeretnétek Lesz Dzsagonnal Minecraft? Egyébként nagyon tervben van, annyi, hogy mondjuk igazából én is csak hétvégén te tudok live-olni, valami no copyright zene nem ártana. Köszönöm ezt a sok ötletet, a következő live-okba ezekre mind figyelni fog, de most sajnos ezt a live-ot így kell levezetni. Legyen please TF2. Beolvasó a nevem Kis Csaba, de hagyjátok már abba ezt a moderátor témát. Nem gondoltam, hogy elindítom ezt a live-ot, és csak ebből fog állni a komment szekció. Régen szervereket, meg ilyesmiket csináltál, tudod? Ja, régen volt saját Minecraft szerverem. Szia Zelkis, szia, szia, szia. Modi, 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 jó. Építesz majd egy DJ pultot? Gondolkozok rajta. Na, közben akkor itt neki látok a háznak. Nem tudom, hol legyen. Szerintetek itt jó lesz a ház, mert itt végül is van falu, van itt minden. Hogyha nem voltál Balatonszalonon Timmy Trumpeten, hát ez akármilyen gáz, de lekéstük a vonatot. Arra az egy fellépésre. Hogy már innen disznó. Milyen játékok lesznek, azt még így nem tudom. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mondjuk 10. Így, 2, 3, 4, 5. Most csak így az alapot rakom be, mert nem tudom, hogy fog ez így fixen kinézni. De nem szeretnék egy sima kockát, hanem valami dizájnt azért úgy csinálnék neki. Mondjuk így. Így, így, így. Most ez csak egy ilyen alapötlet. Van PS4-ed? Nincs. Road to 2K sub. Na már ilyen szinten tartunk, akkor ennek nagyon örülök. Közben nézem, már 304-en vagyunk. Ezt nagyon jó látni, és köszönöm szépen. Legyen Angry Birds. Jó, lehet Angry Birds. Ezzel gondolkozok valami kérdez feleleken. Vagy valami, nem tudom. Hogy mondjuk én kérdezzék tőletek, és akkor ti írtok, vagy ilyesmi. FIFA lesz. Tényleg nem tudom, majd szerintem a Vízilónyelők nevű Facebook csoportomban majd csinálni fogok ilyen. Mi a nevét ilyen? Ilyen szavazási, milyen játékok legyenek, vagy ilyesmi, na, ezt pont kicentisztem ezt így fába, egy, kettő, három, ennyi elég, nem? Jó a live, köszönöm szépen, már innen disznó. Leszel a haverom? Persze, leszek mindenkinek a haverja. Közben itt tiltogatok pár kommentet, amik így nem tetszenek. Hol van? Hogyan vagyol? Hogyan jött ez az ötlet, hogy gameplay ez? Nagyon-nagyon sokan, de tényleg nagyon-nagyon sokan, főleg élőben, amúgy azt tűnt fel, hogy élőben bármikor találkozok valami nézővel, vagy ilyesmi, első kérdés mindig, Zex, lesz gameplay? Mondom, hát most a fő csatornámon, nem inkább prankekből, meg vlogokból állott, most mit gameplayeljek? De aztán rájöttem, hogy ez így nem is olyan hülyeség, Road to Cast 200k, na, ez egy durva. A boldog szülinapot rakkarcú, nem tudom ki.
Gondolkozok olyanon, Krisz, én letöltöttem a videót, amit le fogsz törölni, és majd felrakom, hogy lássák az emberek, de tegyed felőlem igazából. Nincs különösebb indok, hogy miért törlöm le azt a videót. Szerintem csak azért törlöm le, mert az csak egy szimpla kis bejelentő videó. Ok. Köszönjük ezt a kommentet. Miért törölte az előző gameplay csatornát? Na, ez egy tökéletes téma. Az első az olyan nagyon össze-vissza volt, ezért törlődött. A másodiknak ő, ez most gáz, meg ki fog röhögni az egész komment szekció, de elfelejtettem a jelszómat. A harmadikat pedig feltörték, és szerintem vissza tudtam volna szerezni, de igazából annyit kínlódtam azzal, hogy a mostani csatornámat visszaszerezzem, ugye a rendes Zelkriszt, hogy úgy voltam vele, hogy 2 hónapnyi folyamatos hivatalos levelezgetés után már úgy voltam, hogy tudjátok mit, leszarom, inkább örülök, hogy megvan a sima, és nem akartam még egyszer ezt az egész hosszú folyamatot megcsinálni. Amúgy azt szerintem kicsit hülyeség, hogy állandóan futkozok, fire, inkább elmegyek most, azt szerzek jó sokat, így egybe. Ugye 1500 sub, na, örülök. Jó látni, lesz Herobrine. Hát, ha megjelenik, akkor biztos jók a prankek, köszönöm. El tudnál válni, hogy jössz DJ-nk házi buliba jövőre? Természetesen. Bárhova megyek, hogyha DJ kell. Nekem is volt már ilyen, hogy elfelejtetted a izé. Tesó, ez olyan cink, hogy Minecraftozol, ne arra úgy, de tényleg, nyilván nem komolyan gondoltam, hogy na akkor most Minecraft, meg minden, csak így egy kis kezdésnek jó, meg így eldumálgatni, meg minden, mert nem nagyon kell annyira koncentrálni a játékra, inkább csak, oh shit, már kezd esteledni. Hol voltak azok a bárányok? Itt te. Jó, egyszer egy bárány. Nem áll, hogy csak egy bárány volt, mert jó, pont 3 van, legalábbis én annyit látok. És akkor itt a harmadik, és akkor csinálunk is magunknak egy ágyat, és akkor nem kell mobokkal kínlódni majd. Te vagy a best, Chris, köszönöm szépen. Honnan szedtél te vas cuccokat? Aki még nem látta így a live-ot, Erdélybe jössz DJ-szkedni, ja lehet, volt a falunak a ládájába. Szoktál horgászni? Ja. Nagyon sokat. Egyébként nem. Na most gyors csinálok akkor egy ágyikót. Azért nincs kedvem már az első nap meghalni. Nem akarok én Sirius lenni, hogy csinálok egy 2 részes hardcore-t, utána egy 80 részes hardcore 2.0-át. Mi a véleménye a mai trap zenékről? Na srácok, ez a zenei téma egy nagyon, nagyon jó téma, szóval örülök, hogy ezt felhoztátok. Egyébként a trap az úgy sosem volt úgy a kedvencem, de igazából szeretem, szóval sok stílusnál jobban szeretem a trappet, viszont nem az a izé első számú legkedvenc izém. Mit csinálsz majd 100K-nál? Hát az... Hát az kicsikét messze van, de... De majd lesz. Lesz az is. Valamikor remélhetőleg. Ú, lapát az egyetlen, ami nincs. Ja, igen, szerintem is olyan akarok lenni, mint Benny Pova, azért mert csinálok egy Minecraft live-ot, mert csak ő csinál Minecraft live-ot az egész YouTube-on, sőt az egész világon. Nem lesz Fortnite, de tényleg a komment szekcióban Fortnite, meg Modi. Ezt a kettő szót látom, csak egyébként nem tudom, hogy lesz-e Fortnite. Tervezem. Hogy legyen. Bocsánat. Beolvasod a nevem, Mr. Cupcake. Nevem senki, Play with Dávid, nagyon gázak vagytok. Jó, lesz 24 órás live mostában, biztos, hogy nem, de valamikor biztos. Na, talán az lesz 100%, ne. Éhes vagyok, hát tudom. Két értelemben is éhes vagyok. Jól játszol, Zák, köszönöm szépen. Na, nem tudom, egy kicsit dobjuk fel ezt a live-ot mondjuk valami témával. Na, mondjuk az én kedvenc témám ez a DJ cucc, szóval írjatok ilyen DJ neveket, aztán akkor így kifejtem mindenkiről így a véleményemet, vagy nem tudom, valami így legyen már. Írjátok le, hogy nektek ki a kedvenc DJ-tek, és akkor elmondom, hogy így
hogy állok hozzá, így szakmai részből, már inkább úgy állok a dolgokhoz, mert már nagyon belecsöppentem ebbe a világba. Meg közben adhatnátok egy update-et is, hogy most mennyi feliratkozónál járunk. Egyébként nagyon sokan felhoztok egy bizonyos témát, de ahogy látjátok, nem válaszolok az olyan kommentekre, szóval ez továbbra se lesz úgy, szóval ne is próbálkozzatok, légy szíves, köszönöm. Milyen a keverőpultod? Nekem nincs keverőpultom, egy Gemini V4-es keverőpultom. Na jó, Martin Garrix, hát persze ezzel kezdünk, ugye, aki tudják, nekem ő a személyes kedvencem. Igazából, hogy mit szeretek benne, akkor ez lesz, amit majd mindenki elmondok, hogy mit szeretek benne és mit nem. Garrixbe igazából olyan, amit nem szeretek, olyan annyira nincs, talán az, hogy mostában túl fel lett kapva, de ez ugye nem az ő hibája természetesen, de ugye nyilván a zenét is, de mint ember, hogy tényleg egy nagyon, hát szaunő is lejött hozzánk önszántából, mert látta, hogy olyan pólunk van, meg ilyesmi, meg tényleg így nagyon, nagyon egy közvetlen ember, és tudja, hogy honnan jött, meg ilyesmi. Na nézzük, Tiesto-ban azt szeretem, hogy nála egyszer sincsen ugyanaz a set. Szóval tényleg ő mindig mást játszik, mindig. Egy koncertjén voltam csak, de akárhányszor nézem, mindig tényleg. Na nézzük, Avicii, hát ugye benne mi a jó benne? Ő zeneileg olyan téren jó, hogy ő tényleg egy olyan műfajt alkotott, hogy szinte ő volt így az egész elektronikus zenének a megteremtője, Tiësto meg ezeken kívül, vagy hát a akkor úgyhogy hogy mondjam, a modernkori elektronikus zenének ő volt a megteremtője, főleg a Levels, meg a Sick Romance, meg ezekkel, szóval tényleg zeneileg olyat alkotott, amit senki nem tudott leutánozni, viszont ugye a probléma az volt vele, hogy ő zenésznek született, viszont nem sztárnak, szóval tényleg ez nagyon lehetett rajta látni. Hogy miben halt meg, az nekem arról nagyon megvan a véleményem, de arról most nem szeretnék rátérni, mert akkor örökké beszélni fog, de ez is szerintem nagyon-nagyon közre játszik, hogy tényleg nem ez az élet volt neki való, ő egy nagyon szerény és visszafogott ember volt, és ja. Rehabról igazából jó is, meg rossz véleményem is van. A jó az, hogy nagyon meg volt, erre a volt szóra még visszatér, meg volt így az egyéni stílusa, tehát az a tömény bigroomnak az a ilyen jó stílusa. Emberileg nagyon jó fej, egyszer sikerült vele találkozzak a V4 Future Fesztiválon. Viszont az egyetlen problémám vele, hogy mostanában nagyon nem tudja, hogy honnan jött, és tényleg a Kashmirral közösen való Islands-en kívül egy olyan száma nem volt, ami úgy olyan régi rehab lett volna. XXXTentacion, igaz, az nem DJ, de őt is nagyon sokat hallgattam, illetve gondolom most ez egy ilyen inkább jobban érdekli így a közönséget, mint egy rehab, meg ilyesmi, mert az ő mégiscsak egy felkapottabb ember volt. Igazából a halála az ugye nagyon lesokkolt, mert mindig ő volt az egy ilyen úgymond példakép. Jó, ez a szó az most relatív, mert most sokan irogatni fogjátok, hogy jó, példakép, aztán közben nőket vert, meg minden, de most nem olyan téren volt példakép, hogy nőket ver, meg ilyesmi. Olyan téren volt ő így a nem is a rapperek, hanem inkább így a sztárok példaképe, hogy ő semmiféle drogokhoz, meg ilyesmikhez nem folyamodott. Ezért tényleg ő volt így, az belőle néztem volna ki utoljára, hogy meghal, mert hogy ő volt úgymond az egyetlen tiszta rapper, jó, az egyetlen az túlzás, de nagyon kevés tiszta rapper van, ugye. És mégis ő volt az egyik első, és ugye természetesen nem drogba halt meg, hanem lelőtték. Elején bevallom, én nagyon nem bírtam tényleg ezeket, amiket így írtatok, viszont utána, amióta jött ez a 17-es album, meg ezek a motivációs beszédei, nagyon-nagyon az én gondolkozás műfajom volt benne. Daft Punk. Csodálkozok, hogy ennyien írjátok Daft Punkot, pedig ő nem egy nagyon ismert ember, inkább csak az ilyen hardcore elektronikus zene rajongók ismerik, de amúgy a Daft Punk
Sose voltam így a nagyon durva hallgatóik, szóval a zenéjüket azokat ismertem, ők is alkottak akkora slágereket, hogy mint a One More Time, meg ezek, amik így elektronikus zenének a himnusza szó szerint, de úgy, mint emberek, így sose követtem őket. Azt tudom, hogy most eltűntek, vagy nem tudom, sokan azt is gyanítják, hogy meghalt, meg ilyesmi, de szóval én nem tudom, én nem látom úgy. Alan Walker. Alan Walkerről nekem azt kell vélekedjem, hogy emberileg őt se annyira ismerem. Ő ugye nekem egy kicsit furcsább, mert ugye ő nem úgy kezdte, mint a többi DJ, hanem ő inkább egy ilyen no copyright soundon elkezdett így csinálgatni mindent. Jaj, nem látok semmit, légy színe, ő meg az első részbe, köszi. Ő inkább egy ilyen no copyright soundsról lett híres, majd utána lépett így be a rádióba, meg mindenhova ezzel az egy faded számmal. Nem tudom, jó volt az időzítés, hogy valami, de ez a faded szám, ez neki nagyon bejött, és jó van. Demi Lovato, vele amúgy nem tudom, hogy mi van. Ja, és még annyi, hogy Alan Walkertől sikerült egy névre szóló dedikálást szerezzek, amit viszont itt tisztelek benne. Demi Lovato, vele nem tudom, hogy mi van, mert olvastam valami olyasmit, hogy most bedrogozva fekszik valami kórházba, meg eszméletét vesztette, meg ilyesmi, de nem tudok arról, hogy bármi, hogy azóta kijött, vagy ilyesmi. Diplo, nekem ez a Diplo, Major Lazer, DJ-sz, ez a fajta. Nekem ez olyan furcsa, szóval ők tényleg, ők így döntsék el, hogy ők most DJ-k és elektronikus zenét csinálnak, vagy pop zenéket, mert tényleg nem tudom, ezek a mostani zenéjük, meg a Calvin Harris, meg ezeknek is annyira. Nem tudom, például egy Calvin Harris One Kiss-t meghallgatunk. Tök jó szám, tök jól énekel benne Dua Lipa, meg minden, de ha úgy nézzük, hogy ezt egy elektronikus zene előadó csinálta, abban hol van a régi Calvin Harris vibes, mint mondjuk egy Under Control, meg egy ilyesmi. Szóval ez a véleményem Diplóról is, mert az egész bandájáról, Skrillexen kívül, hogy nagyon nem tartják ki meg a stílusokat, és ez. Hát ez relatív, hogy jó vagy rossz. Timmy Trumpet, na ő az egyik személyes kedvencem. Bele lehet kötni, hogy mostanában ő is inkább így azért felkapott Magyarországon, mert nagyon ilyen mainstream zenéket csinál, de viszont ő szerintem jó téren mainstream. Szóval ő nem az a, hogy rádióba agyon nyomják, meg minden, hanem ő tényleg úgy jól csinálja, meg ő inkább élőbe tetszik nagyon, amit csinál, szóval ő olyan bulikat tud csapni, mint más nem. Jó, azt most jól megmondtam, de értitek. Közben alszok egy Eminemet nagyon sokan írjátok. Most hívtak a haverjaim egy Eminem koncertre, majd februárban vagy valahol lesz egy ilyen fellépése Prágában, aztán ott lesz, mondták, hogy menjek. De egyébként, hogy mi a véleményem róla, őt sose hallgattam, nagyon inkább csak így a Lose Myself, meg az ilyen felkapottabbakat, de viszont hallottam a háttér sztoriát, és ha ez igaz, akkor nagyon durva előélete van, és tisztelem benne, hogy ő ennek ellenére nem feladta az életet, meg ilyesmi, hanem kiállt, és ez egy példaérték. Na nézzük, Kanye West, na ilyeneket sose hallgattam. Tényleg én az ilyen. Nem tudom. Nem tudok Kanye West-ről izét. Szavaz Zacsi. DJ töltött cigi, DJ gyóntató fülke. Bennük azt bírom, hogy nagyon közvetlenek. Szóval például múltkor is voltak Palace-ba, és így tökre így, nem tudom, állandóan lepacsisztak velünk, meg így a többi haverommal pedig elmentek még afterozni, és egy ilyen. Hát a Soproni busz végre, akár mennyire lehet azt afternek hívni. Marshmello, ő soha nem csúnyát mondtam, nagyon-nagyon jól csinálja. Szóval tényleg
ez a, hogy nem tudják, hogy ki ő, meg ilyesmi, ez úgy nagyon felhozta a hype-ot körülötte. Azt a rohadt, van itt bánya, ó, van itt szén, meg minden, ez jó lesz. De egyébként őt nagyon bírom, zeneileg is. Na, ez az, ami nem kell nekünk, meg ez se. Jaj, de jó lesz ez a bánya, már előre érzem. Ennyi életet veszek itt szimpla kis izétől. Vagy legalább van almánk. De egyébként zeneileg is nagyon szeretem. Most nagyon átment a mainstreambe, de ő a jó fajta mainstreambe ment át. Szóval például ez a Silence, ez az egyik legjobb szám, amit valaha készített a világ, legalábbis az én véleményem szerint. Martin Garrix új száma vélemény. Martin Garrix új száma egy nem új szám, szóval tényleg 2017-es Ultrán premiérelt először, illetve én már kétszer is hallottam élőben, egyszer a Volt Fesztiválon, egyszer a Balatonszalonon, de mégiscsak tegnap vagy tegnap előtt jött ki, annyi különbséggel most már van rajta ének. De egyébként nagyon szerettem, csak az a baj, hogy Garrix mindig addig húzza az ilyen, ugye nem néztem rá, jó. Garrix mindig addig húzza az ilyen mi a nevéket, ameddig meg nem unja az ember, és akkor meg pont akkor jön ki úgy élesbe a szám. Például ezért szeretem nagyon a High on Life-ot, mert az úgy élesbe is kijött. Na jó, van, akkor közben kezdjünk el követ sütni a padló. Deadmau5, na Deadmau5 az egyetlen DJ per producer, akit én ki nem állhatok. Most leiratkoznak 200-an, de nem, nekem ő tényleg ő úgy, jó, úgy nem. Szóval ő tényleg így a, ő a, mint nálunk is vannak a rend videósok, na ő a rend videós a DJ-knél, hogy állandóan beleszól mindenbe. Jó van, Zacsi most kap moderátor, de tényleg azért, mert ő benne én meg tudok bízni, és ő tényleg elvégzi a dolgát, sajnálom, de ismeretlennek nem fogok. 1500 szub adom. Kaigo, na ő az egyik személyes kedvenc, sok személyes kedvencem van, de Kaigo-t, őt tényleg őt nagyon bírom. Főleg a Tropical House stílusa. Srácok, írjátok le, mi legyen. Szóval most ez így, igen, ezért kéne hanggal játszani. Most hozzam vissza az izét, hozzam vissza ezt a világot, csináljam vissza, vagy akkor kezdjük egy új világot, mivel még nem késő. Szóval ide írjátok le a komment szekcióba, vagy az, hogy hozd vissza az Elkris, vagy azt, hogy csinálj új világot, és amiből több van, abból azt fogom. Na folytasd, kezd újra. Na, újra. Újat, hozd vissza, azból nem tudom. Nem lehet itt valami szavazást indítani, vagy nem tudom. Mondjuk sokkal többen írjátok ezt az újat. Szóval akkor csinálunk egy újat, srácok. De melyik volt az izé? Nehogy az unalmas itthoni izémet töröljem ki, mert ez egyébként durva, ezt most meg szeretném mutatni live-ba. Néha így otthon így elhardkórozgatok, és már most ugye otthon vagyok, hanem akkor mindegy. Ja, otthon így elhardkórozgattam, és egy ilyen világot sikerült összehozzak, szóval itt egyszerűen ezt mind hardcore-ba csináltam, itt a statisztikáknál meg is lehet nézni, majdnem egy egész nap benne van, szóval 24 óra, itt van egy ilyen ládás szinten mindenféle cuccokkal, egyébként mindenki az újat írja, szóval akkor új lesz, itt egy automata sütő szint, itt egy ilyen enchantoló szint, itt fent pedig ilyen erkélyek, meg ilyesmi. Szóval ezzel tényleg nagyon sok meló volt, illetve a kinti munkák is nagyon sokak voltak. Illetve itt nézzétek, van ilyen kert,
meg itt meg az ilyen dinnyés rész, itt az ilyen cuccok, itt van egy külön államfar, minden meg van különböztetve, ilyen tök szépen itt vannak, menj már az utamból, hülye gólem gyökér, mindegy. És akkor, ja, valami ilyesmit szeretnék így elér, szerettem volna elérni ebbe a hardcore-ba is, de akkor most sajnos úgy néz ki, hogy akkor csinálunk egy újat. Most már tényleg néven. Most valahogy vissza kell ezeket a szinteket hozni. Na jó. Na akkor folytassátok ezt a témát, vagy írjatok. Akkor, hogy ne csak DJ-k legyenek, írjatok bármilyen előadót, vagy ilyen embert, akikre, mert én tényleg én ezzel a zenei témában nagyon otthon vagyok, és akkor hogy így erről tudok beszélni. Vagy ha van bármilyen más témátok, azt is írhatjátok, csak inkább ez a téma úgy, amivel úgy jól el tudok helyezkedni. Mis. Sose hallgattam. Nem tudom mi ez egyébként, na de legalább jó bájomba dobott ki. Egyébként magyar zenészeket nem nagyon hallgatok, ez lehet jó is, lehet rossz is, de én magyar zenéket nem hallgattam még nagyon. Hova tűnt a másik faja ide? Lil G. Egyébként nekem semmi bajom Lil G-vel, most jönni fog 1000 milliárd leiratkozás, de nem tudom, hogy így mi a probléma vele, oké. Hülyeségekről ír meg minden, de oké, de nem tudom, azért ennyi utálatot kapni, azért mert csinált egy-két számot, az már szerintem egy kicsit túlzás, szóval nem azt mondom, hogy isteníteni kell, meg hogy hú, de jó számai vannak, mert nyilván számai lehet nem a legjobbak, de attól még ennyi utálatot, az már nagyon durva. Mac Miller, őszinte leszek, őt most ismertem meg. Erről pedig az a véleményem, hogy én szegény Ariana Grande-t sajnálom most nagyon, jó, persze egyértelműen nyugodjon békében Mac Miller, és tényleg semki nem érdemli meg, viszont most a félvilág Ariana Grande-t izéli, mi a neve, hibáztatja. Azért, mert ugye pont a szakításuk után valami egy hétre ráhalt meg, és biztos, hogy miatta vadagolta túl magát, meg ilyesmi, és már tényleg olyan szintre elfajult ez a dolog, hogy már a halálát kívánják minden egyes posztba, meg volt, aki a házához odament, hogy megölje, meg ilyenek, és ez már tényleg durva azért. Na, Shawn Mendes, itt bírom így a számait, de igazából úgy annyira. Amúgy jó arcembernek tűnik, most még néztem így a Szigetről pár embernek a véleményét, hogy kiment találkozni a rajongóival, meg ilyesmi, szóval jó lehet. Ellie Goulding vélemény, egyszer voltam egy koncertjén, az nagyon-nagyon-nagyon jó volt, szóval a tavalyi voltnak az volt, hát Garrixen kívül nekem az volt ugye a kedvencem rajta, az tényleg nagyon jó bulit csinált, főleg az ilyen, amiket így én is nagyon bírok, az Outside, a Love Me Like You Do, meg ezek, Lil Pump, na őt is utálja mindenki, én kifejezetten bírom, szóval mert mindenki úgy nézi, hogy ő egy hülye gyerek, aki csak szórja a pénzt, meg minden, de aki egy kicsit reálisabban nézi, az látja, hogy ez az egész, ez egy karakter, ami abból áll, hogy a Lil Pump egy hülye, befestett hajú izé, aki szórja a pénzt, meg minden, és mások ezen kiakadnak, de én ezen inkább a poén részét nézem. Jaj, majdnem elkezdtem bányászni, nem tudom, hol tudnék bányászni. Imagine Dragons, majdnem eljutottam már egy Imagine Dragons koncertre, vagyis igazából ott voltam, csak úgy elkezdett szakadni az eső, hogy hihetetlenül nehéz volt ott maradni, és ilyen fog halni, ezek ének haja. De igazából egész eddig bányát kerestem, de azt viszont nem találok sehol, szóval akkor először inkább kaját kéne szerezni, meg először inkább be kéne ezt a rohadt mappot, nem tudom, mit kell ilyenkor csinálni. Vártok, hol lehet kaja? Kisgrofó. Kisgrofon voltam már párszor, egyébként esküjó bulikat csinál. Rita Ora, azon is voltam egyszer.
Bírom amúgy. Szóval vannak jó szám, meg ő így emberként is tényleg, szóval volt a soundon, és úgy mi úgy izélt utána, ja úristen, sound izé, annyira jó volt, hogy hát Budapestnál, össze Budapestet írt, ezen ki is akadt a fél internet, de ja, Kendrick Lamar, vagy hát Kendrick Lamar, de szerintem az Kendrick Lamar akar lenni. Most nagyon sokan kiakadtak rá, így a izé miatt, a paci, a szigetes késése miatt, de sose értettem, miért kell ilyen szinten megutálni valakit, hogyha késik egy fellépésről. Azok az emberek valószínűleg még sosem késtek, se iskolából, meg sehonnan. Mert szerintem egy tök normális dolog, hogyha egy iskolából el tud valaki késni, akkor egy fellépésről miért nem késhet le el valaki. Szóval oké, valaki mondja, hogy ja, de izé, de mit tudom én, egy fellépés az nagy cucc, hát neki az ugyanolyan, mint ahogy ti jártok suliba, mert ő is minden nap megy fellépni, meg minden nap megy suliba, bánya. Jó, most pedig már csak ki kéne sütni ezt a sok kajámat valahogy. Csak kéne hozzá szén, illetve kő, hogy tudja kemencét csinálni. Csak az a baj, nem látok semmit. Látok. Fényerő, az fel van, az pedig fel van tol. Lil Peep, őt is a tragédia után ismertem meg. Nem tudom. Zené azok jók. Hero. Hát egyébként kifejezetten bírom így a számait, a csávót azt nem nagyon várom. Logan Paul, hát róla közös véleményem van. Szerintem ezt a sok utálatot, amit kapnak, azt nem érdemlik meg. Viszont én se nagyon támogatom így, amiket csinálnak. Vagy hát nem mindig. Na akkor ide tegyük is be ezeket. Na végre legalább egy kis fény. Alan Walker, azt már elmondtam, bár lehet akkor még nem nézted a live-ot. Szereztem tőle személyre szóló aláírást. Soldier Kid. Hát kiderült, hogy végül mégsem ölte meg X-et, de viszont nagyon-nagyon sok hírnevet csinált magának ebből, és azt szerintem szánalmas, hogy valaki másból, főleg egy ilyen eset után szeretne hírnevet csinálni. Dopman vélemény, őt nem ismerem. Akármilyen furcsa. De én ilyet nem is hallottam még ilyet. The Big O, őt... esküszöm, hogy még így nem néztem a videóit, de fel van rám iratkozva, azt tudom. És nagyon köszönöm is neki. Big Shack, egy-egy számos néger. Rá más nem tudok mondani. Úgyhogy hát szerintem nem fogja így megtartani ezt a nagy hírnevet. És egyébként Linkin Park, na őket pedig eléggé bírtam. Úgyhogy hát még mindig bírom őket, csak szegény Chesternek se ez kellett volna. Most miért csináltam még egy lapátot? Na mindegy. Tupac, minden Tupac, ő is egy példaérték volt így, hogy mi ahhoz képest, hogy milyen élete volt, és hogy kijött belőle, meg minden. Uborcraftot, ja, ismerem. Hát, nem tudom. Annyi, hogy láttam egy vagy két videóját, így nem nagyon tudok róla véleményt mondani. Well, hello, őket kifejezetten bírom, szóval emlékszem. Voltan is mindenki, jó, nem menjünk már Well Hello-ra, az milyen gáz. Én nem mondtam, hogy hát mi a gáz, abban tök jók. Skillet, őket élőben szerettem meg, egyszer X-Felling Rosszóik előtt ők játszottak, és nagyon-nagyon megszerettem azt azóta, hogy hallgatom is őket szinte rendszeresen. Lil Pump, őt már elmondtam, Lucky, hát mit mondjak Lucky-ról, bírom. Szavazd the grad. Közben amúgy tegyetek fel kérdéseket, és ne csak ilyen izé legyen énekes kifejtő, mert szerintem már ti is unjátok kicsit. Vagy írjátok meg, hogy miket lehetne még így kifejteni. Csak ugye ez az, amihez úgy én értek nagyon.
Viktor Crazy-t ismered? Igen, ismerem, ő nagyon beteg egy videós. Timmy Trumpet, tehát őt már elmondtam, hogy nagyon jól csinálja, és tényleg olyan bulikat tud csapni, mint senki más. Lil Sam, jó, hát ameddig nem írtok témákat, addig maradunk ezeknél az énekeseknél, de egyébként Lil Sam, nem tudom, nekem egy kicsit olyan furcsa, tényleg ez a, így áll, és akkor az egész nap be van állva, mint a szar, minden, de egyébként a zenéivel nincs bajom, csak maga a csáv olyan furcsa. Six-Tine, nem tudom miért utálja mindenki, de nem tudom, én nála pedig pont fordítva vagyok a zenét, azokat nem nagyon bírom, de viszont amiket így szokott, azok így maga a csávó, azzal eskü nincs bajom. Creatine Stevie-t ismered? Igen, egyszer volt is reakció videóm róluk. Mennyire vagy otthon a gamer világban, annyira nem szól, például soha az életben nem nézek gameplay videókat, meg ilyesmiket, ó, shit, este lesz mindjárt, és még nincs ágyam. Közben szerzek egy kis kaját is magamnak. Csirkéket olyan gyorsan meg... Na bárány, jó. Fociról, arról én nem fogok beszélni, bocsánat, mivel nem nagyon értek hozzá, és olyasmiről pedig nem szeretnék beszélni, ami azt nem értek. Clash Royale vagy Clash of Clans? Hát én a Clash Royale-ban nagyon-nagyon keveset játszottam, Clash of Clans-el pedig sokat, szóval nyilván az úgy közelebb áll a szívemhez. 50 Cent vélemény, nem ismerem, szóval őt és úgy nem szeretek senkiről se beszélni, nem ismerem, főleg az észt nem akarom osztani. Ismered a Robloxot? Nem, annyit tudok, hogy a Lil Pumpéknek az új klipje így arról készült. Sajt 32, ő az, aki... Ja nem, mindegy, nem vágom. Mit tanácsolsz nekem videós terén? Térem, terén. Igazából nem tudok sok mindent. Annyit, hogy legyél kitartó, és ne add fel, szóval tényleg mindenki mondja, hogy Zelkis, neked hogy lett ilyen hamar 77 ezer feliratkozót? Hát el szeretném árulni, ez a 77 ezer feliratkozó, az 2012 óta gyűlik, szóval több mint 6 éve, ameddig meg jön más, feltesz egy-két musicalis videót is lesz 200 ezer feliratkozó egy hónap alatt, nem szeretnék neveket mondani, mindegy, de tényleg lényeg, hogy ne adjátok fel. Szerintetek nekem milyen az, amikor belegondolok, hogy 6 évet dolgoztam így a YouTube-on, meg minden, aztán jön valaki más, feltesz 2 videót, aztán már egyből 300 ezer feliratkozója lesz, de feladom? Nem. Fifáztál már? Igen. Benipova véleményt, hát pont témába nem ám, de amúgy nem tudom, sose néztem nagyon, nem nézek magyar videósokat, az a őszinte igazság, olyan szó létezik, hogy őszinte igazság. Fennmarad a live, igen. Magyar videósok közül én szerintem csak izét nézek. Pamkutyát, meg Just Widment, amikor még videózott. Ezt majd GTA 5 esélyes, szóval az egyik kedvenc játékom valaha. Fenn fog maradni a live, ahogy említettem. Igen. Példa erre Ilonka néni, hát köszönöm, hogy kimondtad helyettem. Most jött ki új mixem Milik Marcinak, na akkor lesz mit hallgatni. Kategória emberek és vlogok, sajnálom nagyon kis hirtelenül jött ez a kis live. Itt jó lesz a házunk, nem? Az baj, nem látok át, hogy mi van ott a másik oldalon. Mindegy, akkor én itt kivágom a itt lévő fákat. Cat Dealers, hát ők csak a Your Body-t ismerem, de... Ja, de az is vélemény. Én se kifejezetten vagyok annyira odaérte, de szerintem ő is azért túl sok utálatot kapott ahhoz képest, hogy miket csinált, mert nem volt egy olyan nagy külföldön, mindennaposok azok az ilyen vetkőzős FIFA, meg ezek. Telefonbetyárkodás 3, igen. Láttad PewDiePie, nem, PewDiePie-t őt például nézem. Nem úgy rendszeresen, szóval nagyon sok videót rak ki ahhoz, hogy minden nap nézzem, de ja.
Mit tudsz Vidmerről? Mintha így minden nap beszélgetnék fel, meg ilyesmi, de amúgy semmit. Csak ugyanazokat, amiket mindenki más, amiket megosz Facebookon. Miből lesz a ház? Hát már lassan 3 órája fát vágok, szóval valószínűleg ebből. Egyébként, aki még nem követ Instagramon, tényleg azt ide be is írom nektek a live-ba. Szöveg. Ok. Ja, ide bevágom nektek az instámat. Aki még nem követ, az mindenképpen kövessen be. Mégpedig azért, mert ugye csináltam ezt a Road to 10K challenge-et, mert az abból áll, hogy gyűjtsük össze a 10.000 követőt. Azért, mert a YouTube egy szar, és nem küld értesítést senkinek sem. És ezért, ja. PewDiePie vélemény, én őt bírom. Én őt kifejezetten bírom. Momó, hát mit mondjak Momóról? Gyökér. Ez melyik Minecraft? Ez melyik Minecraft van több is? Hány éves vagy? Én 17. életévemet töltöttem egyébként, Zacsi. Köszönöm szépen ezt a sok munkát, majd kebabbal meghálálom. Bemondnál a nevem, nagyon örülnék neki. Gocsal Mátyás, hogyha ez kell, hogy jobb napod legyen, akkor tessék. Zerkis, lesz facecam, igen, a további részekben lesz facecam. Közben valaki adjon egy update-et, hogy mennyi feliratkozóm van, érdekel. És jöhetnek most a kérdések, tényleg bármi, de ilyen kérdések. Na, kedvenc együttes, az én kedvenc együttesem a Europe, a Joey Tempest, meg ezek, akik csinálják a Final Countdown, meg ilyesmiket. Őket nagyon adom. Mit akartam? Ja, húsit kéne sütni. Ja, de miért ide rakni? Mindegy. Igen, ide be. Ó, elfogyott a kövem. Hangerőt tolsz fel, picit légy, nincsen hangerő. Kedvenc zene, na, ilyen kérdéseket sosem szoktam. 1676, köszönöm. Dancsó Péter vélemény, na őt például én őt kifejezetten imádom. Nagy X-ről véleményt, azt már mondtam. Minecraft a kedvenc játékod, én nem hiszem, csak úgy van. Mit gondolsz Slendermanről? Nem tudom, mit gondoljak róla. Szeretted Lil Pumpot? Igen, én kifejezetten bírom. És szerintem most már van elég helyünk egy háznak az építéséhez. Nem tudom, hogy az ajtó az merre nyíljon, szerintem erre. Akkor 1, 2, 3, most megpróbáljuk ugyanazt, amit az előzőben. 1, 2, 3, 4, és 1, 2, 3. És akkor mondjuk ennek a felét átváltjuk ilyen sima fára. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Bocsánat, most egy kicsit nem nézem a kommenteket. Milyen játékokkal játszozzál, Krisz? Hát Minecraft. Nem, amúgy nem tudom. Fortnite, Minecraft, GTA 5. Meg amik így vannak, meg vannak. Ezt pedig akkor cseréljük ki. Nem tudom, mely pont lapáttal. Ön láttad már Herobrine-t? Nem. Nem élek ilyenekkel. Mikor lesz, felhívlak titeket egyébként, igen, ilyen kéne majd.
Mikor lesz Fortnite? Az is lesz, nyugodom. Van PS4? Nincs PS4-em, sajnos. Sajnos, hogy nem sajnos. Na. Akkor így van, mi ilyesmi hasonló kérdéseket, vagy akkor bármilyen témát, hogy tényleg így. Ezeket nem olyanra szeretném csinálni, bár ezt már elmondtam az elején, hogy na akkor most fát vágok, na akkor most házat építek, szóval nem azt kommentálom, ami történik, hanem valami más, mert az úgy unalmas lenne, mert ti is szerintem látjátok jól, hogy most például fákat rakok le, de akkor mondom, most fákat rakok le. Most nem fákat rakok le, most deszkát rakok le. Nagyon durva, nem? Prankes videók lesznek még, igen, nagyon tervben vannak, valamit kéne. Van még hétvégén azt tervezem, hogy lemegyek Pestre, és akkor egy ilyen nagy youtuber találkát, mert most tényleg nagyon sok ilyen youtubossal jóba lettem így a youtubers white partynak köszönhetően, és akkor ott nem sértésből, de van 2,5 éves vi. Milyen vi? Követed a kosárlabdát? Nem. Jaj. Na, akkor közben itt befejezem a házat, és utána pedig egy kis dolgom van, srácok. Jó. Közben kéne újra egy baltát csinálni, mert így nem lesz, nem lesznek jók a dolgok. Ja, hogy ez csak háromszintes. Igen, vannak moderátorok. Köszönöm, hogy ezt kifejtetted. 2, 3. Lassan már kéne a szerverrel is valamit kezdeni, úgyis tudja, hogy ki. Nem volt semmi baj a live-nak, csak kicsit leállítottam. Android vagy iOS, hát mindkettőnek megvan a jó meg a rossz része. Na, közben akkor még így a házak az alapját megcsinálom, utána pedig szerintem, nem tudom, volt elég hosszú ez a live, adjunk valamit legközelebbre is. És hogy csináltál gameplay csatornát, hát már említettem, de lehet akkor te még nem nézted, hogy nagyon sokan írtátok, hogy olyan. Miért vagy ilyen unott? Hát nem vagyok unott, csak már 2 órája megy a stream, aztán az ex mi megbocsátasz, ha most elmegyek, hát nem fog senkit se megölni. Na jó, van akkor lassan. Még itt a padlót megásom, aztán valamit pedig csinálom majd a következő live-ba is. Kedvenc videósom vagy, köszönöm szépen. Szia, szia, szia. Jó. Stream 53 perce megy. Hát jó. Nekem már vagy egy órának simán tűnik. Szóval harmadjára kezdem újra, van 2 éves time rapos videóm, amiben a 2014-es Enedre reagáltál. És ott azt mondtad, hogy nem Minecraftozol. Mi? Ez kicsit értetően. Tervezel majd 24 órás live-ot? Húha! Hát az... ahhoz valami nagyon-nagyon nagy igény kell, szóval szemeg azt majd valami 100 000 feliratkozóhoz. Marci Bálint, bemondom a nevedet, igen, 156 néző. Hát bőven jó, én azt hittem, hogy leszünk ilyen 20-an.
Te vagy a legjobb, köszönöm szépen. Lassan meg lesz a padló. Nem tudom, van elég nyírfám? Hát nem tudom, hogy van elég nyírfám. Úgy szeretném a padlót a nyírfából és kőtéglából. Közben az Instagramon még mindig itt van, és aki nem követ, az kövessen be, hogy sikerüljön elérni a 10 000-et, és akkor már ne kelljen a YouTube-nak a szar rendszerével foglalkozni, hanem csak úgy simán. Az elkész ismer a Crash Royale-t? Persze, játszottam is annó valamennyit. Na, itt van XXXTentacion a live-ba durva. Biztos 100%-ig, hogy ez igazi, kicsinálnak a oldalt manapság. Miért nincs zene? Hát miért nincs zene? Hát miért lenne? Bemondod a please Zelkris. Jó, bemondom, please Zelkris. Mondd be a nevem és dobok egy lájkot és feliratkozok rád. Azért a zsarolások megvannak, de akkor Ruben Dovánszki. Tessék, de akkor most kérem a lájkot meg a feliratkozást. Majd legyőződ a sárkányt. Hát azt szerintem még nem most lesz, de természetesen majd igen. Játszol majd Clash Royale-on, nem tudom, ezt a Zacsitól kérdezzétek, ő a nagy szakértő. Hello, szia Attila Tőke. Hulk vagy? Hát nem szoktam ordibálni, de egyébként majd akkor megpróbál ki a következő live-ba kicsit jobban. Azt akartam, hogy mondd be a nevem. Akkor bemondom BG Channel. Gondolom Balázs, vagy nem tudom. Csá, mondd be a nevem Zalán. Na, bemondom a neved Zalán. Menjen Martin Garrix új száma, az a baj, hogy akkor a copyrightot fog kapni, mint ez a ház itt. Lesz GTA 5? Lesz. Vagy hát az, ami úgy terve van. Még ezt a nyírfás részét befejezem, a kőtéglásat meg csak a következő részbe. Ugyanis kell valami érdekes abba is, mert az olyan érdekes, hogy kőtéglákat gyártunk. Szia, te ki vagy? Hát örülök, hogy rátaláltál lábamra, Zelkris vagyok. Fogsz PUBG-ozni? Igen, fogok PUBG-ozni. De majd a későbbiekben. Na, hát most vagy lesz elég, vagy nem, de ezután tényleg. Majd lehetséges, hogy majd még a mai nap folyamán lesz egy, hát nem ilyen hosszú, de egy kis rövidebb live, amely ennek a folytatása lesz. De azt még meglátjuk, írjátok le, hogyha lenne rá igény. Mert tényleg ez egy kicsit olyan fura, hogy így félbe hagyom a házat, meg minden, de bekövetsz Instán? Hát kövessetek ti, hogy meglegyen a 10 000 követő, és ne kelljen a YouTube-nak a szar rendszerével izolni, hogy nem küld értesítésem, Instán meg tudom azt a felhúzós cuccot csinálni. És jó, van még egy-két kérdés, azt utána most már tényleg befejezem. Elég fáradt a hangod. Hát igen, én nagyon nem vagyok hozzászokva ezekhez a live-okhoz, én tényleg így a leghosszabb, ami valaha volt, ez 10 perc lehetett. Legyen, nem szimmetrikus a ház, hát vannak kihívások az életben. Megint lesz Instagram live, hát ott nem hiszem, hogy lesz. Arra csináltam ezt a csatornát, hogy itt lehessen ugyanúgy live-olni. Csá! Szia, hát te is jókor jöttél, most lesz vége. Csá, igen, elsőre is láttam. Bemondod a nevem. Tamás Péter, Pisti 555. Mi csinálsz? Figyelj, mondd ki. Ez nem minden fajta szarka, farka, tarka. Jó, hagyjatok már ezekkel. Bemondod a nevem. Neked már egyszer bemondtam. Mindjárt 2000, ezt túl. Na. Ahhoz képest 2000 feliratkozó, úgyhogy egy órája csináltam ezt a csatornát, ez nem olyan rossz. Bemondod a ne... Hagyjatok már névbemondással. Ne legyen vége, hát sajnálom. Tudjátok mit, akkor ennyien írjátok, lehet, hogy még a mai nap folyamán lesz még egy live, egy kisebb, de most ezt meg kell egy kicsit szakítsam.
Szóval tényleg köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, voltunk már 400-an is ebbe a live-ba, voltunk csak 100-an is, de főleg ennek a 160 embernek, aki végig kísérte. Köszönöm nagyon szépen. Hát egy rész alatt annyira nem lett rossz ez a ház, ahhoz képest, hogy kettő ilyet is felépítettem, mivel egyszer sikerült elveszteni mindent. Fent marad a live, igen. Mert ebből egy egész ilyen sorozatot szeretnék csinálni, kíváncsi leszek, hogy például a 80. részben hol fog tartani. Na de én minden esetre köszönöm szépen a figyelmet, és akkor, ha úgy van, akkor egy-két óra múlva visszatérek, és tényleg, és imádlak titeket, és köszönöm, hogy itt voltatok. Én Zárkrisz voltam, és Talesbach táló. Majdnem meg tudtam nyomni a stop streaming gombot időbe, de csak majdnem. Na, sziasztok! De... Ez most nagyon fontos volt. Járom csak a live-nak ez... Mondások kiabáltak kint az utcán. Azt mindig elmondja. Ja, de nincs is vége a live.